A rovatot támogatja a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. Arról beszélgetünk majd most dr. Bors Márta pszichiáterrel, hogy hogyan lehet kezelni a helyzetet. Nem magát a betegséget, a helyzetet, hogy valakiről megállapítják, hogy daganatos betegsége van. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én azt gondolom, hogy nagyon komoly lelki kérdés a gyógyulás esélye. Az, hogy adunk-e magunknak esélyt. De egy pszichiáter is így látja? Ez pontosan így van. Tehát azok a betegek, akik hisznek abban, hogy jó felé halad a kezelésük, hogy a gyógyulásnak van esélye, azok a betegek sokkal jobban tudnak javulni, mint azok, akik föladják. Erre vannak statisztikák? Lehet ezt egyáltalán mérni valahogyan? Vagy az ember csak gondolja, hogy ez így lehet? Ezt azt gondolom, hogy minden onkológus meg tudja erősíteni önnek ezt a dolgot. Én statisztikai adatot nem ismerem. Mennyire múlik a környezetem? Mennyire múlik azon, hogy mennyi támaszt adunk a betegnek? A támogatás... Vagy mennyire múlik önmagám? A támogatás föltétlen szükséges, de a legtöbb belül az emberben dől el. Tehát ha a támogatás segíti őt abban, hogy reménykedjen, hogy ne adja fel, hogy vállalja a küzdelmet, amivel ez a betegség jár, hogy vállalja a nehéz kezeléseket, végig tudja csinálni. Ehhez a saját döntése szükséges, amit a támogatók nagyban tudnak segíteni. Célt találni a beteg számára, az például fontos dolog lehet, nem? Tehát, hogy legyen miért meggyógyulni, ne csak önmagában a gyógyulásért, hanem mert hogy van még utána élet. Hogyne. Akiknek van arról elképzelése, hogy miért fontos még életben maradni, hogy kiknek fontos ő még, hogy milyen dolga van még. Nekik ez nagyon segít abban, hogy jól működjenek együtt. Hogyan van ez? Tulajdonképpen a mi hitünk a meggyógyulásban. A remény, amit táplálunk a saját szervezetünk felé, az egyfajta placebo hatás? Tehát elhisszük, hogy meg tudunk gyógyulni, és ettől lehet, hogy nem csak meg tudunk gyógyulni, szó. Vagy placebo az egész? Nem csak erről van szó. Arról van szó, hogy a szervezetünk az szeret úgy működni, ahogy mi magunk nagyon szeretnénk, nagyon akarjuk, vagy ahogy nagyon félünk, és nagyon rettegünk valamitől. Ezt mind a kettőt szereti a szervezet beváltani. Egyfajta önbeteljesítő jóslattá válik? Igyekszik a rendszer akceptálni azt, hogy most ez a dolga. És az, hogy ez a dolga, ezt mi fejben döntjük el. Tehát én elhatározom, hogy 100 évig fogok élni, akkor ad nekem mondjuk 95-öt? Hát valamit fog segíteni abban, hogy ez jobban. Jó, ezt az üzletet megkötöttük. Vannak a daganatos betegség kialakulásának konkrétan megfogható lelki magyarázatai is? Most túl azon, amit most az előbb elmondott, hogy van egyfajta jóslat, amit beteljesít a szervezet, de a lelki állapotunk előidézhet daganatos megbetegedéseket? Előidézhet. Tehát a daganatos betegségek úgy alakulnak ki, hogy ezek a rendellenes sejtek, ezek keletkeznek mindenkiben, többször is élete folyamán, de a szervezet legtöbbször el tudja intézni, hogy ne legyen ebből betegség. Viszont a nagyfokú lelki feszültségek, azok azt eredményezik az emberekben, hogy csúcsra járatják a rendszereket. A félelem, az aggodalom, a szorongás, ezek nagyon elfogyasztják azokat a dolgokat a szervezetből, amik meg tudnák védeni őket. Tehát ez a tipikus eset, amikor valakire azt mondjuk, hogy milyen rossz lelki állapotban van, ugye van egy ilyen szólás, és akkor ezzel gyakorlatilag azt is kimondjuk, hogy figyelni kéne az ő egészségi állapotára is, és nem csak a lelkére? Bizony, amikor lelkileg nagyon rossz állapotban vagyunk, akkor muszáj lenne a testünkre kicsit jobban figyelni, mert különben ez a feszült lelki állapot bajokat idézhet el. A daganatos betegség gyógyításában mennyire használják az önök a pszichiáterek tudását? Itt ez még nem teljesen általános, pedig nagy szükség van arra, hogy a betegek támogatást kapjanak lelkileg is. Ugye az onkológiai rendelőkben nincs arra idő, hogy a betegek történetével, a pszichéjükkel túlságosan sokat foglalkozzanak. De a betegek szívesen beszélgetnek erről, ők szívesen hallják azt a megerősítést, hogy igen, van miben reménykedniük,
mindenféle tekintetben fontos lenne. Az, hogy a tabu még mindig a rákbetegség. Ugye a Belvárosi Színházban megy egy remek előadás, ami pontosan ennek a kibeszélését segíteni. De hát ott is az ember ülve a nézőtéren érzékeli azt, hogy így visszaököl a közönség attól, igen, én magam is nyilván, hogy erről ilyen nyíltan beszélünk. Na de ez a betegeknek mennyit árt? Hogy nem lehet erről nyíltan beszélni. Itt kétféle szempont van. Ugye az egyik fajta beteg, aki amúgy is a belső dolgairól könnyen beszél, az megosztja a betegsége történetét is a társaival. De az a beteg, aki amúgy is nagyon vigyázott mindig is arra, hogy az ő dolgait magának tartsa, az nem szívesen és nem fog könnyen beszélni. Olyan, minthogyha ő ezt tabunak tekinteni, pedig csak arról van szó, hogy nem jó érzés lenne neki, hogy mindenki sajnálja, és őróla beszéljen, ő ezt magának akarja tartani. És hogy kéne nekünk az egészséges társadalomnak hozzáállni a beteghez? Én azt gondolom, hogy kinek-kinek meghagyni, hogy akar-e beszélni, akkor nagyon jó, ha meghallgatjuk, amit mesél a betegségéről. De ne akarjuk kiszedni belőle. De ne akarjuk kifaggatni minden áron. Hagyjuk meg neki, hogy mennyit mond el belőle. Van egy tuti jó tanácsa azoknak, akik félnek ettől a betegségtől, és megpróbálják elkerülni, és hát ki ne lenne ilyen? Nekem az a fő jó tanácsom, hogy igyekezzünk a nyugalmunkra vigyázni, hogy igyekezzünk meglátni a szépet és jót, örülni sokat. Ezt tesz legjobbat az embernek minden szempontból, a vaszkuláris betegségek ellen is, meg a daganatok ellen. A mosoly, ami gyógyít. Mindaz? Bizony. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. A rovatot támogatja a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.